Több hónap ötletelés, kísérletezés előzte meg a Balaton sütéjének megszületését. A végeredményt csütörtök este mutatták be egy sajtótájékoztató keretében. Mindenképpen szerettem volna egy Balatonhoz köthető gyümölcshöz kötni, ezért kapott helyet benne ugye a szőlő, ugye fő helyet kapott benne az Otello szőlő. Ugye az ősz miatt szezonja is van, ezért is lett. Emellett van benne még málna, szeder, ugye, ami a többi évszakot képviseli. A tetején egy tükörglazúr található, ami számomra a víz síkját jelképezi. Aztán az oldalán egy bársonyfújás, amit a homokos partnak képzeltem el. Az új kezdeményezéshez a Magyar Cukrász Ipartestület is csatlakozott. Erdélyi Balázs elnök arról beszélt, esélyt kell adni a vidéki cukrászdáknak és a fiatal cukrászmestereknek, hogy megmutathassák magukat. Minden ilyen lehetőség, meg ilyen esemény, amikor a cukrászatra terelődik a fókusz, annak mindig örülünk, főleg úgy, hogyha egy helyi közösségnek, vagy annak a tájegységnek a jelleget adó alapanyagaiból kell majd gondolkozni, és ezek jelennek meg az adott termékben. Úgyhogy ennek nagyon örülünk. Hál' Istennek sikeresek ezek a versenyek, ezek a pályázatok. A vendégek szeretik az újdonságokat is, és örömmel szokták fogadni általában ezeket a győztes süteményeket. Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője, azért kezdeményezte a projektet, hogy az utazók minél több módon megismerjék a Balatont. A Visit Balaton 365-nek az az üzenete, hogy minél többen látogassanak el a Balatonhoz egész évben, minden hónapban, ha lehet az év minden napján, mert a Balaton nem csak nyáron létezik, és nem csak nyáron érdekes. Volt már a Balatonnak fagyja, van már a Balatonnak bora, a Balatonbor. Nyáron megválasztják nyaranta a Balaton strandételét. Sütije még nem volt a Balatonnak, és innen jött az ötlet, hogy kérjünk fel egy ebben az ügyben járatos vállalkozást, hogy alkossa meg azt a sütit, ami balatoni alapanyagokból, vagy Balatonra jellemző alapanyagokból, és a Balatonra emlékeztető külső megjelenésben csábítja majd ide a vendégeket. A desszert szeptember 27-től 8 balatoni cukrászdában lesz elérhető, többek között Fonyódon, Keszthelyen és Balatonfüreden.